Magyar Köztársaság miniszterelnöke. Köszöntelek, hazafiak benneteket! Király vagy, Pari! Bár... Barát vagyunk, Tarski! Bár úgy járná, hogy először hozzátok szóljak, engedjétek meg, hogy mégse így tegyek. Hadd szóljak azokhoz, a jobboldali honfitársaimhoz, akik valószínűleg nincsenek itt. Hadd beszéljek ahhoz az erős, jobboldali politikai közösséghez, amely talán méregetve, talán bizonytlanul tekint ma ránk. Szeretnék nekik valamit mondani. Szeretném nekik azt mondani, hogy mi azt gondoljuk, hogy először, és ez a legfontosabb, mi honfitársak vagyunk. Nekem ők a barátaim. Hadd mondjam nekik azt, hogy én azt szeretném elmondani a gyermekeimnek, hogy egy olyan országot fogunk rátok hagyni, amelyben szabadon választhatod meg, hogy te ki vagy. Azt szeretném elmondani a gyermekeimnek, hogy neked barátaid, neked honfitársaid, neked társaid azok, akik másként gondolkodnak, hogy nem az a kérdés, hogy a politika melyik oldalára állnak azok, akikkel egy iskolába jársz, akik a munkatársaid, akik a szomszédaid. Ők magyarok. Egy sor dolgot másként látnak, mint mi. De elsősorban ők magyarok. Nekünk ők nem ellenfeleink. Nekünk ők nem ellenségeink. Nekünk ők testvéreink. Azt szeretném mondani jobboldali testvéreimnek, hogy lehet, hogy vitatkoznak velünk. Lehet, hogy a vita hevében sokszor a pokolba kívánnak bennünket. Lehet, hogy vannak közöttük, akik időnként bántanak, sőt, sértenek is bennünket. De nekem nagyon is világos, hogy a jobb oldal egész az nem ilyen. Nekem nagyon is világos, hogy a jobb oldal érti. Magyarország csak egy van. Érti, hogy mi minden magyarok vagyunk, és ha akár egyetlen egyet is kilökünk, kirekeztünk a nemzeti közösségből, azzal ő maga is szegényebb lesz. Én nem akarok ilyen Magyarországot. Magyar nem háborúzhat magyarral. Magyar nem kívánhatja, hogy bárki másnak, aki szintén magyarnak érzi magát, szemlesütve kelljen járni az országban, és bizonygatnia kelljen, hogy ő tisztességes polgára a hazának. Magyar azt kívánhatja csak, hogy legyen erős a nemzeti közösség, hogy baloldaliak, jobboldaliak, liberálisok, konzervatívok és szociáldemokraták fogják meg egymás kezét, fogadják el, hogy ebben a fajta sokszínűségben és sokfajtaságban ered Magyarország ereje, hogy mi így együtt alkotjuk ezt az országot, amely több mint egy évezred után büszke lehet történelmi teljesítményére, és nem arra akarjuk pazarolni energiánkat, hogy egymással szemben küzdjünk, hanem arra akarjuk energiánkat nem pazarolni, hanem felhasználni, hogy legyőzzük a csüggedést, legyőzzük a kishitűséget, legyőzzük mindazt, ami oly rossz és gonosz, mi jók akarunk lenni.
Egy jó és büszke Magyarországot akarunk teremteni. Létezik egy Magyarország. Lelkünkben, szívünkben, álmainkban. Létezik egy Magyarország, amelyben olyan természetes és minden előfeltétel nélküli, hogy magyarok vagyunk, mint amilyen magától értetődő, hogy a nap besugározza a földet. Létezik egy Magyarország, a lelkünkben és a szívünkben, amelyben magyarságunk mellett teljesen természetes, hogy ki Isten hívő, ki kétkedő, mások akár Isten tagadók. Létezik egy Magyarország, amelyben magyarságunk mellett akár szerbek, románok, sokácok, zsidók, cigányok lehetünk, annyi fajták, ahányá teremtett bennünket az ég. Létezik egy Magyarország, ahol demokraták nyitottan és érdeklődéssel fordulnak a másik felé, és tudatosan, nem csak, hogy nem keresik szélsőséges, nem demokratikus emberek és csoportok támogatását, hanem ha kell, elfordulnak tőlük, mi több, ha kell, akkor megküzdenek. Létezik egy Magyarország, amelyért érdemes megküzdeni, amelyet mi alkotunk oly sokféleképpen, ahányan vagyunk. Létezik egy Magyarország, amelyről azt szeretnénk, hogy ne csak szívünkben és lelkünkben létezzen, hanem itt legyen a hétköznapokban, amelyben magyar és magyar méltósággal, a másikat védve érdeklődéssel fordul egymáshoz, és örül, hogy fölfedezi a másikban azt, amiben több, mint ő, és segít neki abban, hogy a másik legyőzhesse azt, amiben kevesebb, mint én vagyok. A jó indulatú emberek egymásra nyitott Magyarországát keresem. Drága barátaim, előbb vagy utóbb eljön a nap mindegyikünk életében, nyilván az én életemben is, amikor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon megtettem-e, amit meg kellett tennem. Azt hiszem, volt, hogy tévedtem. Gyanítom, nem egyszer hibáztam. De azt hiszem, hogy soha bűnbe nem estem. Kerestem, hogy milyen módon lehet segíteni, hogy együtt maradjon ez a nemzet. Kerestem az utat másokhoz. Próbáltam megérteni őket. Arra hívtam embertársaimat, hogy keressük meg mindazt, ami összeköti ezt az országot. Vagy olyan sokan lennénk, hogy azt kell, hogy foglalkoztasson bennünket, hogy hogyan lehetnénk kevesebben. Lehet úgy fölemelni a nemzetet, hogy közben pedig akár csak egyet is kitaszítok onnan. Lehet-e úgy aggódni Magyarországért, hogy nem aggódom minden egyes polgáráért? Lehet-e úgy magyarnak lenni, hogy bárkinek? Azt kívánom, hogy ő ne érezhesse magát szabadon magyarnak. Azt gondolom, nem lehet. Azt szeretném kérni azoktól, akik itt vannak. A fiataloktól az, hogy mondják el szüleiknek, nagyszüleiknek. Az idősebbeknek, hogy mondják el gyermekeiknek és unokáiknak. Hogy van egy kötelessége valamennyi hazafinak. Hogy tanuljon meg szeretni és nem gyűlölni. Hogy tanuljon meg nyitott maradni és az lenni. Látom kemény arcú embertársaimat, akik úgy gondolják, hogy a magyarság egy időtlen, soha nem változó, az időtlenben álló valamilyen fajta gránittömb. Az ő hitjük, az ő meggyőződésük ennek a gránittömbnek a talapzata. És azt gondolják, hogy minden más az övéktől eltérő hit, gondolat vagy vélemény az bepiszkítja, felpuhítja ezt a gránittömböt.
Én nem ilyennek látom a magyarságot. Én a magyarságot élő, viruló, fának, bokornak látom, ezernyi virággal és levéllel, amely lehet, hogy bár sokban hasonlít egymásra, egyik levél a másikra, egyik virág a mellette levőre, de ha közelről megnézem, minden levél más, minden virág más. Én a magyarság erejét abban látom, hogy mint a bokor és a fa újra és újra kihajt, hogy mer és tud nagyobbnak lenni, és törekszik az ég felé megmutatni. Ez vagyok, és még nagyobb akarok lenni, és szükségem van minden ágra és minden revélre, szükségem van minden világára Magyarországra. Én a magyarság pályának levelét és virágát nem leszakítani kívánom, hanem öntözni és éltetni, és azt kívánom neki, hogy maradjál az örökké valóságban, hogy ne engedjél szélnek és viharnak, hogy ágakbá összegobolyodtok, mégse egymásnak feszüljetek, védjétek az alatta levőt, és mondjátok, nagy vagy Magyarország, mert a benne lakók nagyszerű emberek, és nem egymásnak ellenfelei, hanem bajtársai és testvérei. Ilyen Magyarországot akarunk. Vigyétek el az üzenetet Magyarország valamennyi pontjára. Vigyétek el szociáldemokratáknak, szocialistáknak, liberálisoknak, konzervatívoknak. Mondjátok el baloldaliaknak és jobboldaliaknak, hogy létezik egy Magyarország, az ő Magyarországuk is, nem csak a miénk. S várjuk őket abban a Magyarországban, amelyben nem a békétlenség, nem a háborúskodás, hanem ellenkezőleg a megértés és a béke honol. Ezt a Magyarországot pedig csak 10 millió határon belül, és még sokkal több millió együtt tudja megcsinálni, mert ebben az országban mindenkire szükség van, és egy ilyen országot akarunk. Drága barátaim, tudom, hogy hosszú volt a délután. Nem baj, megértem. Tudom, hogy sokan már fáznak. Nem fázunk. Magam is azért vetköztem ingre, hogy érezhessem. Nem fázunk. Milyen hideg is van. Aranyos. Nagyon könnyű, nehéz, brutális szavakat mondani. Nagyon könnyű. Ma nem ehhez kell bátorság. Nagyon könnyű a gonoszt segítségül hívni. Ma nem ehhez kell bátorság. A bátorság ahhoz kell, hogy Magyarország újra összekapaszkodjon, hogy demokraták értsék az ő felelősségüket. Olyan jó újra látni, hogy sok-sok hónapján, sok-sok év után Magyarországon újra ezrek, akár tízezrek elindultak, hogy nem hagyták annyiban, hogy nem engedték, hogy szétszakítsanak bennünket. Olyan hálás vagyok nektek. Olyan sokan azt hitték, hogy elveszett már a remény is. Olyan sokan azt gondolták, hogy mi soha még egyszer nem leszünk együtt. De itt vagyunk. Itt vagyunk az ország sok városából és településéről. Azért, hogy elmondjuk mindenkinek, mi egy nyugodt, békés világot szeretnénk. Olyat, amelyben mindegyikünk az lehet, ami akar, hiszen úgyis van legalább egy dolog, a legszentebb, amiben közösek vagyunk. Magyarok és demokraták. Menjetek békével, vigyétek a demokratikus Magyarország üzenetét. Vigyétek el azt az erőt, amit a közösség adott. Mondjátok el sok milliónak, hogy Magyarországon a demokraták erősek és erősebbek lesznek. Összefognak és maguk közé várnak mindenkit. Nem adják fel, mert nem adhatják fel, mert Magyarországért teszik. A szabad, demokratikus Magyarországért. Köszönöm, hogy meghallgattatok.